Áll a víz és a sár a járdán kialakult mélyedésekben Tolna belvárosában, de már nem sokáig. A város polgármestere azt mondja, ezen a városrészen is megújulnak a járdák, mint ahogy 2014 óta folyamatosan ezen dolgozik a város vezetése. Az önkormányzat mindenre 30 millió forintot nyert a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány pályázatán. A fejlesztéshez mintegy 3 millió forintos önerővel járul hozzá a település. Gyakorlatilag a városközpont járdaépítését ezzel be is fogjuk fejezni. Tehát ugye folyamatosan épültek a 2014 óta a városközpontban a járdák. A tavalyi évben befejeződött egy elég hosszú szakasz, és az idén pedig az, ami kimaradt, ez történetesen a Szekszárdi utca, Kossuth Lajos utca útkereszteződéstől egészen a plébániáig, illetve a Széchenyi iskola felső tagozatától a Kossuth Lajos utcában egészen a Deák Ferenc utcai zebráig, tehát ott a társasházak előtt is, és akkor ezzel gyakorlatilag a városközponti járdái teljes mértékben meg fognak újulni. A város ezen kívül folytatja intézményeinek energetikai korszerűsítését is. Ezúttal az Apraja falva óvoda fűtését modernizálják, mintegy 20 millió forintból, amit szintén a JETA pályázatán nyertek el. Két évvel ezelőtt már az Apraja falva óvodát részben felújítottuk, ezt fogjuk ebben az évben is tovább folytatni, tehát 20 millió forintot nyert az Apraja falva óvodának a korszerűsítésére, most vizes blokkok fognak megújulni, illetve fűtéskorszerűsítés lesz. Néhány éve átálltunk egy aprítékos kazánra, de ezzel azért vannak problémák, úgyhogy most azt gondoltuk, hogy a két már megbízhatatlan gázkazánt fogjuk modernre cserélni. Ezeken a beruházásokon kívül két további topfejlesztés várható még a városban. Az egyik egy játszóház építése a Volt Lovarda mellett. Az 1000 négyzetméteres istálló épület hasznosítására nyertek 300 millió forintot. A polgármester azt mondja, már a kivitelezőt is kiválasztották, ám az építőipar drágulása miatt egyelőre hiányzik a szükséges önerő. Mintegy 70 millió forint hiányzik a játszóháznak a kialakításához. Van már belőle, részben van belőle már forrásunk, ingatlanokat értékesítettünk, részben pedig várjuk a többi már megvalósult pályázatunknak a többlettámogatási igényről a döntést, és reményeim szerint az is szeptemberben el tud kezdődni. És Tolna és Faddombori közötti kerékpárút építéséről sem mondtak le, tette hozzá a polgármester. Az érintett településeknek itt is elő kell teremteniük a beruházáshoz szükséges önerőt. A tervek már megszülettek, csak az engedélyező hatóságnál ezt jóvá kell hagyatni, és aztán utána tudjuk kiválasztani a kivitelezőt. Tehát eszünk ágában nincs visszaadni ezt a projektet, mindenképpen meg fog valósulni. Tudom, hogy nagyon-nagyon régóta várt projekt ez, és nagyon régóta várják ezt a kerékpárutat a tolnaiak is és a környékben lakók is, de azt kell, hogy mondjam, hogy még várni kell erre, de meg fog valósulni mindenképpen. Az új kerékpárút 12,5 kilométer hosszú lesz, amennyiben megkapják az engedélyt és a szükséges forrást.